Az Ukrajna és az EU-s országok határán lévő határátkelők blokkolása miatt a legnagyobb kárpátaljai gyárak, amelyek európai autóipari koncernek számára gyártanak alkatrészeket, kénytelenek csökkenteni a termelésüket, közölte Viktor Mikita, a kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője az Ukrinformnak adott nyilatkozatában. Problémáink vannak a lengyel és a szlovák fuvarozók blokádja miatt. Naponta személyesen tárgyalok a konzuli hivatalok közremű Ködésével, annak érdekében, hogy legalább néhány teherautót átengedjenek a határon. Mivel régiónk legnagyobb vállalatainak gyártósorai, a Jebel, a Yadzaki és a Flex gyárak leállnak. Csökkentik a termelést és a műszakokat, mondta Mikita. Hangsúlyozta, hogy a határátkelők blokkolása következtében az emberek elveszítik munkájukat és fizetésüket. A homoki kistérség számára ez körülbelül 30 millió hrivnya adóbevétel Kiesését jelenti. Ijesztő, hogy az emberek munkanélkül maradnak a háború idején, tette hozzá a kormányzó.